Nem is tudom, hogyan vezessem föl. Belecsapok a közelébe, tehát közelébe. Sziasztok! Kitaláltam egy kis beteg játékot. Itt megépítek így véletlenszerűen dolgokat. Mit tudom én, lerakok oda egy, nem tudom, lezuhant űrhajót, amoda meg egy félig lerombolt kocsmát, meg mit tudom én, egy karaktert, aki mond valamit, tehát így kalandpálya darabokat, és azt nektek így ki kell egészíteni, és egy egészé tenni. És akkor majd várom a kész műveket. A szokásos e-mail cím csabusa69@gmail.com. Hát és akkor lássuk, egyenlőre tök üres, tehát ezt így nem találtam ki előre, most így rögtönözni fogok. Az biztos, hogy lesz benne pár command block is. Nem komparátor, nem command block minecart, command block. Hát akkor kezdem is az egyik ötlettel, hogy itt lesz valami barna ruhájú valaki, nem is adok neki fejet. Itt lesz alatt a command block, és ez annyit fog mondani, hogy a neve mondjuk legyen az, hogy admirális, az jutott valamit először eszembe. Admirális, oké. Okay. Tehát az admirális azt mondja, hogy nem erre vannak a piros csigák. Így. És hát ez hát tulajdonképpen bármelyik irányba nézhet. Most így kipróbálásképpen azért lefuttatom. Azt mondja, az admirális, nem erre vannak a piros csigák. Jó. Ezt így nem rakom rá, akármilyen irányba nézhet. De azért ott mutatom, hogy ott van a command block. Na igen, amiket lerakok, azokat ne rakjátok át, minden maradjon a helyén, kivéve a vasblokkokat, azokat nyugodtan le lehet törölni, át lehet pakolni. Ezeket viszont már ne. Tehát így lesz érdekes a játék. Sőt, egy kicsit kisítem körülötte, hogy feltűnőbb legyen. Jó, akkor mit tudom én ide, egy kicsit messzebb az admirálistól, el lehessen különítenem, esetleg nem akarjátok egy helyre rakni. Csinálok mondjuk egy ilyen kövekből fát, mondjuk. Jó, mindegy, ez egy alap. Tehát ez így hozzá lehet adni, hogy itt tudom, még több ága van, meg nem tudom, még nagyobb a lombja, ilyesmi. Tehát igazából a lényeg az, hogy kiütni ne üssetek ki semmit. És ezt így is hagyom, egy darab fa így, oké. Okay. Akkor mondjuk ide lerakok egy ládát. Mondjuk jobb lenne újra töltősbe. Nagyon legyen újra töltős, legyen, csináljatok jó pályát. Úgy direkt vasat hagyok ott, hogy ti választhatjátok ki a padlót. És azt mondja, egy blokk datával rakok bele egy tárgyat, gyorsan. Jó. Jaj. Ha mindent jól csináltam, akkor igen, lesz egy bot, amit számszerűnek hívnak. Jó, research packet nyugodtan lehet berakni. Közben így mondom, amik eszembe jutnak. Akkor egy kicsivel arrébb, mondjuk ide, valami véletlenszerű hülyeséget. Tényleg építkezhetném magasabbra is, most jut eszembe, hogy minden egy síkba legyen. Így. Hát ez remélem nem egy parkour részlet lesz majd. Hát majd kiderül. Akkor tényleg ilyen szobrocskákat lehetne, és akkor kíváncsi vagyok, hogy épületbe, járműbe, tehát hogy mibe építetek bele. Üvegbe csináljunk valamit. Eszembe jutott közben még egy ilyen, hát mondjuk szabály. Ezeket, amiket itt lerakok, mindegyiknek látszódnia kell. Tehát nem elég az, hogy mit én csináltok egy kalandpályát, és ezen csináljátok. Egyébként mint olyan egy hatalmas fal mögött vannak ezek a részek. Tehát értitek? Tehát, hogy ezeket használjátok fel, amikor majd végig játszom, akkor felismerem, hogy itt van ez. Mit tudom én, ezt emeljek tovább. Hát az admirális, tehát biztos felismerem, mert a cseten kéri a szöveget. Persze nem feltétlenül így kell, tehát lehet még hozzáadni blokkokat, ezt mondtam. Tehát mondjuk ezt az üveget biztos, hogy nem tudom, ezt így mire lehet felhasználni, biztos, hogy valaminek a része lesz, de hogy látszódjon. Hú, valami érdekesebbet.
Egyébként mindig nehezebbeket találok ki, annál érdekesebb lesz valószínűleg a pályák. Érdekesebbek lesznek valószínűleg a pályák. Ittól vagyok, lerakok egy command blokkot, így. És rakok bele valami parancsot, valami tök hülye parancsot, mit tudom én, ad egy tárgyat, vagy mit csináljon. Mondjuk ad egy effektet. Hát mondjuk 30, tehát fél perce adjon. 5-öset, azaz. Így. Itt lesz egy ilyen parancs. Ezt is ugye fel kell használni, valami aktiválja és valamire jó lesz. Nem akarom nagy pályát csináljatok, tehát mondjuk legyen a cél, hogy max tényleg pár perces, mondjuk 5 perces, mondjuk akkor nem kell nagyon szétépíteni. Jó, mondjuk ide, eszembe jutott egy hülyeség, hogy mindenféle fákból rakok ide valamit. Ha, na igen. Akkor legyen még terror mondjuk. És hogy megkönnyítsem a dolgomat, ezt másolom át. Jaj, mondom másolom. Ez nem az admirális lesz, hanem legyen csak gép. Azt mondja, hogy elektromosság. Így, elektromosság. És ez elvileg le is fut. Na, elektromosság, yeah. Oké, majd valamihez ez fontos lesz. Az oda fönt van, gyönyörű. Oké, ide is építsünk pár blokkot, mondjuk gyémántból. Itt valamiért egy ilyen gyémánt cucc lesz. Ez tök jó. Ilyen formákat kéne tényleg csinálnom, ami tényleg is sok mindennek a része lehet. És majd vicces lesz így megnézni, hogy ó, hát ez mit tudom én. Most mondj valamit. Egy óriási egy gyűrű, mit tudom én. Csinálok egy ilyet is, hogy ide command blokkokat. Jó, a command blokkoknál mondjuk legyen az az engedmény, hogy nem feltétlenül kell látni őket, tehát, de akár ezek itt lehetnek díszek is, de lehetnek bennük parancsok. Tehát egy vagy parancs, vagy dísz, de mindenképpen legyen haszna. A parancsos command blokkoknak hát ott egyértelmű, hogy a parancs miatt, ami nem command blokk, az meg ugye látszódjon. Csináljak még valamit? Csinálok ide még valami abstraktot. Hát ez nagyon komoly lett. Hát ez gyönyörű. Jó, hát igazából most így hirtelen elképzelésem sincs, hogy én ebből mit csinálnék. Ja, lehetőleg úgy lőjétek be, hogy így ekkora területen játszódjon a kalandpálya, és akkor nem is lesz túl hosszú, és akkor egy videóban többet is majd be tudok mutatni, mert az a terv, hogy erről ugye videót csinálok, természetesen. Szóval, várom a kreatív megoldásokat, sok szerencsét. A link a leírásban. A kézikönyv óvjon.